Köszöntöm a testvéreket, a előttem szóló hölgy és a lánynak a családjukba tartozom én is, és orgoványú, származású cigány családban születtünk, nevelkedtünk. A szüleink, ha bár most itt vannak, de mégis elmondom róluk, hogy nagyon rossz életet éltek, és nagyon rossz kilátásunk volt az életünkre, nagyon nem volt semmi esélyünk ahhoz, hogy beépüljünk a társadalomba, és hassznos emberekké válhassunk. És Karcsi bácsék szolgálata nyomán kezdetekben megtérhettünk. Az első között volt a mi családunk is, meg még egy másik család, akikből most is sokan itt vannak, akik megtértünk, és nagyon-nagyon sok változás lett az életünkben. Karcsi bácsék több személyt személyesen tanítottak. Hallottunk ma egy bizonyságtételt, vagy inkább egy beszámolót arról, hogy mennyire fontos az, hogy a cigányok beépüljenek, és ennek az egyetlen igazi módja az, hogy tanuljanak, és hogy legyen munkahelyük, és tudjanak, legyen végzettségük, és Karcsi bácsék is fontosnak látták ezt a szolgálatot, és sokunkat tanítottak, sok-sok energiát, igen, sok-sok energiát belénk fektettek, és ahogy hallottam, még egy bizonságtételt itt a angol testvérünktől, és lehet sokunk, én is megkönnyeztem egy picit az ő bizonságtételét, és az volt bennem, hogy nekünk is így megmosták a lábunkat, ha bár nem szó szerint, ilyen történetre nem emlékszem, de ettől sokkal bensőségesebb kapcsolatban, sokkal bensőségesebb megalázkodásban részesítettek minket a Karcsi bácsék, és sokunk kiemelkedett, és tanultunk, és középiskolát végezhettünk. Az Úr azt a kegyelmet adta számomra, hogy nekem egy főiskolát is sikerült elvégeznem, és ma informatikusként dolgozom, és nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy itt Orgoványon munkálkodik a Ficsor családon keresztül. Nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy nagyon sok cigányt, szinte az összes cigányt, aki Orgoványon él, elérte az Úr ő rajtukon keresztül. Egy történetet még hadd mondjak. Egyszer Karcsi bácsival beszélgettünk arról, hogy milyen változások történtek az orgoványi cigányság életében, és én neki is akkor is elmondtam, hogy annak ellenére, hogy sajnos sokan visszatértek a világba, és ma sokkal kevesebben vagyunk, mint a 96-98-as időszakban, amikor nagyon sokan megtértek a cigányok közül, annak ellenére nagyon sok változás történt azoknak az életében is, akik ma nem járnak a gyülekezetbe talán, vagy messze vannak az Úrtól, de én hiszem, hogy a szívükben ott van a mag, és az életükön is látszik az, hogy Isten megérintette az életüket, és hiszem azt, hogy sikerül visszatérni nekik az Úrhoz, és sikerül újra teljesen az Úrnak élni. Még annyit szeretnék mondani, hogy mai nagyon fontos kérdés, biztos mindannyian halljuk a médiákból is, hogy nagyon fontos az, hogy a cigányság beépüljön az országba, és hasznos emberei legyenek az országnak, hogy tudjunk mindannyian dolgozni, hogy tudjunk felelősségteljes emberek lenni, és én is nagyon fontosnak látom ezt a dolgot, és úgy gondolom, hogy ez a nagyon nehéz feladat, akár a cigányság, akár a magyarság részéről nagyon-nagyon nehéz lesz Isten nélkül. Az orgoványi cigányság életében is ezt tapasztalom, hogy amikor Istennek oda tudták tenni, adni az életüket, akkor tudtak a világban is úgy élni, amire már nem azt
mondták, hogy cigány, hanem azt mondták, hogy ez az ember megváltozott, és csodálatos az a munka, amit Isten végzett az életükben. És kívánom a testvéreknek is velünk együtt itt Orgoványiakban, nagyon hálás a szívem, nagyon nagy örömmel hallgatom ezeket a csodálatos bizonságokat a cigány testvéreimtől, akik ilyen mély pontokról visszatértek, hogy mindannyian az új Úrban rejtőzzünk el, és így be tudunk épülni mindannyian a társadalomban, és megszűnik ez az ellentét is, ami egyre feszültebb itt Magyarországon. Köszönöm.